Sziasztok, itt vagyunk a Ludovika arénában Balázzsal, aki hatalmas, nagy, vergeteges aerobik partit fog itt nem sokára rendezni, és ami plusz információ, hogy ezt minden kedden este 8-kor tartja itt meg, ráadásul ingyenesen. Honnan jött ez az ötlet? Igazán én már nagyon régóta csinálom ezt a Mozdulj programot, ugye volt rengeteg pesti helyszíne is, tehát több évadon keresztül csináltuk, illetve rengeteg vidéki helyszínre is ellátogattuk, és azt gondoltam, hogy itt az idő, hogy 2019-ben kicsit felrázzuk ugye a fiatalokat és az idősebbeket is, és akartam csinálni egy ingyenes rendezvényt, újra ezt a Mozdulj rá programot, és elindultuk a Mozdulj rá Budapestet egy héttel ezelőtt. De azért tegyük hozzá, hogy e mögött egy nagyon nemes gesztus áll, hiszen adományokat gyűjtötök, minden hónapban egy családot segítetek. Hogyan alakult ez az első alkalom, ami múlt héten volt, és hogy áll ez az egész adománygyűjtés? Őszinte leszek veled, ilyen 30 főre számítottunk így az első alkalommal, és full teltházat sikerült biztosítanunk, hogy több százan tornáztak itt velünk együtt, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sikeres volt az első, és most is már annyian regisztráltak, itt láthatjátok egyébként mögöttem, hogy nagyon-nagyon sokan jönnek be, és olyan, hogy folyamatosan csak jönnek. Úgyhogy szerintem célt értünk vele, mert igazán az egésznek az volt a lényege, hogy mindenkit megmozgassunk kifogások nélkül, tehát akinek nincsen mondjuk anyagi lehetősége, nincsen ideje, vagy bármi egyéb, az is itt tud lenni, és itt tudunk együtt közösen mozogni. Ugyanakkor egy fergeteges hangulatot igyekszünk majd ide a színpadra varázsolni, és ebbe nem más a segítségem, mint DJ Antonio, aki pedig élőbe fog majd zenélni nektek. És akkor van itt egy kis dobozka, hova lehet gyűjteni az adományokat, és mindenki annyit tesz bele, amennyit ő gondol? Vagy ezt hogy van? Nem, az adományokat úgy fogjuk csinálni, hogy mi nem pénzbeni adományokat várunk, hanem tárgybeniket. Ugye felkeressük a családokat, itt is majd egyébként a csapattal közösen fogjuk kitálni, hogy melyik családokat fogjuk támogatni, és mindenkinek az otthon lévő tárgyait vagy tartós élelmiszerét kell elhozni majd, és ezeket fogjuk majd együttesen elvinni a családoknak. Tehát mi nem anyagi dolgokat szeretnénk, hanem tárgyilag szeretnénk segíteni az embereknek, hogy minél jobb életszínvonalon éljenek. Egyébként ezt már nagyon régóta csináljuk, csak most gondoltam, hogy itt vagyunk egy ilyen nagy közösségben, akkor sokkal nagyobbat tudunk gyűjteni, mint én a kis kapuera aerobik edzőimmel, hanem ezzel mégis egy nagyobb tömeget érünk el, és több dolgot tudunk adni az embereknek. És emellett még nem csak, hogy ingyenesen mozoghatunk itt Balázs óráján, hanem lehet vásárolni különböző aerobik ruhákat, meg ha itt van előttem például ez a sütízés-fogy nevezetű. Az első receptkönyvem egyébként az egésznek az volt a lényege, hogy ugye rengeteg edzéstervet meg étrendet írunk, és gondoltam, hogy csinálok, mert ugye edzős könyvem az van ugye a B-Fit, amit ugye nagyon sokan használnak, de azt gondoltam, hogy kéne csinálni egy receptes könyvet. És csináltam online egy ilyen közvélemény kutatást is, egyébként nagyon sokan azt mondták, hogy gyakorlatilag a sütikre kíváncsiak, illetve az édességre. Egyébként ez így van. Igen, ez több mint 90% volt egyébként az elérésnek, aki az édességekre hajazott, és akkor gondoltam, hogy akkor megcsináljuk azokat a sütiket, amiket mindenki nagyon szeret, szénhidrát csökkentett, laktózmentes, gluténmentes, illetve vannak benne paleo receptek, egy csomó minden más, és ez annyira nagy sikert aratott, hogy gyakorlatilag már 3 receptes könyvünk van. Egyébként a legutolsót a Kemenes cukrászdával közösen, Kemenes Edith nénivel közösen készítettük el a sütiket. Úgyhogy azt gondolom, hogy aki szeretne egészségesen, illetve szeretne akár átalakulni, úgy, hogy közben fogyaszt az édességeket is, akkor ez egy nagyon jó appelláta lehet. Szuper, szerintem ezt a könyvet nekem írtad, és még egy fontos információ. Ezt nem akartam elmondani. Sütízés fogy, ennél több nekem nem kell. Meddig lesz ez a program? Tehát minden kedden este 8-kor, és meddig? Most úgy fogjuk csinálni, hogy június közepéig tart ez a történet, mert utána indul a strandos rócsónk, ahol a 20 strandra fogunk ellátogatni, majd pedig szeptemberben ezt újra fogjuk egyébként indítani, úgyhogy szeptemberben újra jöhetnek majd, amikor visszajönnek az emberek a suliba, ugye a koleszokba, akkor fogjuk ezt ugyanúgy folytatni. Viszont egy kitételünk lesz, hogy március 4-én lesz a március 5-i rendezvényünk, mert március 5-én elmegyünk 11 napra egy külföldi táborunk, lesz egy fitness táborunk, akkor kivételesen nem kedden, hanem ugye hétfőn lesz az edzés. De azon kívül egyébként minden kedden este 8-kor találkozunk itt, és ingyenesen tartunk egy szuper Mozdulj rá Budapest nevezetű rendezvényt. Én is be fogok most állni az órádra, mire számítsak? Hát nem lesz szenvedésre. Nem lesz túl könnyű, de azt mondom, de ilyen fizikummal szerintem nagyon könnyen meg fogod csinálni ezt az edzést. És viszont egy dolgot szeretnék tőled kérni, hogy amikor a többiek sikítanak, akkor te is sikíts, mert nagyon jó hangulatot fogunk majd is teremteni Antonioval nektek. Oké, akkor sikítás lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm, sziasztok. We'll be right back.